Itt a csendes békességet keresem, mert ad nélkül nincsen boldog szerelem. December 14-én Devecserváros önkormányzata, a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ idősek karácsonya program keretében ünnepségre hívta városunk 70 év feletti lakóit, hogy családias légkörben meghitt átéléssel készüljenek az ünnepre a szépkorúak körében. Zsohár Eszter Gabriella, a Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ munkatársa köszöntötte a megjelenteket, majd Ferenci Gábor polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait. Az ünnep azé, aki várja, aki magot szór ablakába, és gyertya vár az asztalán. A várók nem várnak hiába. Egy angyal kopogott talán. Szárny suhogás az ablakon túl. Vigyázz, kinézni nem szabad. Künn az angyalhad, térül fordul. Egy pillanatra látszanak. A karácsonyfát hozzák, hallod? Egy koppanás, és leteszik. Fényben úszik az üvegajtód, s megint suhogás. Mi ez itt? Zöld angyaltól, egy kis fenyőág. Karácsonyszagú és meleg. Gyújtsd meg a legutolsó gyertyát. Ez az angyali üzenet. És be is mehetsz, vár az ünnep, és minden zárt ajtót kitár. A fa alatt angyalok ülnek. Az ünnep azé, aki vár. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Ráhangolódásképpen Szabó T. Anna versét hoztam önöknek az idei idősek karácsonyára, melyen szeretettel köszöntöm önöket, Devecserváros önkormányzata, a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ nevében. Az ünnepi műsor előtt kérem, fogadják szeretettel Ferenci Gábor polgármester ünnepi köszöntőjét. Tisztelt hölgyeim és uraim! Devecserváros önkormányzata nevében nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a számomra az év egyik legkedvesebb rendezvényén. A legfrissebb adataink szerint 4421 lelkes kisvárosunk lakosságának meglehetősen nagy része, hál' Istennek, a szépkorú korosztályhoz tartozik, hiszen közel 550-en vannak a devecseri lakosok között olyanok, akik már betöltötték a 70. életévüket. Tisztelt hölgyeim és uraim! Azt gondolom, hogy a gondolkodás mellett ugyanúgy az emberiség történetéhez hozzá tartozik az együttműködés készsége, illetve a másokról való gondoskodás. A fiatalabb generáció tagjainak, így nekem is, azt gondolom, hogy lelki kötelességem az, hogy tiszteletemet fejezzem ki azok iránt, akiknek tulajdonképpen magát az életet köszönhetem, hiszen felmenőim, őseim nélkül én ma nem állhatnék itt önök előtt. Ugyanakkor egy helyi közösségnek is lelki kötelessége az, hogy kifejezze megbecsülését az iránt, a nemzedék iránt, amely a munkájával, a gondolkodásával, a példamutatásával nem csak a helyi közösséget építette, hanem tágabb értelemben magát a magyar nemzetet. Éppen ez volt az egyik célja annak, hogy legalább egyszer egy évben összehívjuk a szépkorú korosztály tagjait, és kifejezzük az irántuk való hálánkat és megbecsülésünket. Az idősek karácsonya elnevezésű rendezvényünk pedig immár komoly hagyományra tekint vissza, hiszen 2016-ban az akkor még Devecseri Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ nevű intézményünk vezetője György Anita kezdeményezésére jött létre, és rögtön mellé állt az önkormányzat, illetve a ma is a rendezvény helyszínét biztosító Devecseri Kastély Könyvtár és Művelődési Központ is. Hát nem csak komoly hagyományról beszélhetünk, hanem egy komoly összefogásról is, és ez az összefogás az idei évben egyébként egészen példanélküli a rendezvény történetét tekintve, hiszen Tornai Tamás úr
2016-tól a kezdetektől az egyik fő támogatója az eseménynek. Az idei évben azonban más vállalkozások is felsorakoztak a támogatók mellé, így az önkormányzatnak nem egyedül kell vállalnia ezt a nemes feladatot, az önök köszöntését, ennek az eseménynek a megszervezését és lebonyolítását, hiszen a Tornai Pincészeten kívül a Tatker Kft., a Gallus, a Leyer Hungália, Cseledi Judit, vagy éppen a gyógyszertárunk is a támogatók közé tartozik. A karácsonyi időszaknak, az advent időszakának, a vigíliának van egy nagyon komoly üzenete számunkra, hiszen a karácsonyi várakozás egyrészt arról szól, hogy felkészítsük lelkünket a közelgő ünnepre. Rendkívül fontos a szellemi intelligencia, hogy megértsük a világ dolgait, és önök, az idősebb generáció tagjai erről életük során tanúbizonyságot tettek. Ugyanakkor karácsony alkalmával ebben az időszakban különösen felértékelődik az úgynevezett érzelmi intelligencia, az érzelmi intelligencia készsége, azaz nem csak a világ dolgait kell megértenünk, hanem meg kell értenünk egymást, és meg kell értenünk saját magunkat. Egyfajta útkeresés zajlik ebben az időszakban, hiszen a lelki felkészülés időszakában rendet kell tennünk a saját lelkünkben, annak érdekében, hogy ne csak a világ dolgait ismerhessük meg és érthessük meg, hanem embertársainkkal szemben is megértéssel, türelemmel és az ebből fakadó elfogadással és szeretettel legyünk. A karácsony másik üzenete pedig éppen a szeretet. A szeretetre való képesség. A szeretet talán Jézus példáján keresztül érthető meg leginkább, aki a legnagyobb áldozatot hozta értünk az emberiségért, hiszen mindannyiunkért, az egész emberiségért áldozta fel a legnagyobb értéket, amit feláldozhatott, a saját életét. De a szeretetnek önzetlennek is kell lennie. És karácsony alkalmával arról is kell szót ejtenünk, hogy nem az a lényeg, hogy mi lesz majd a karácsonyfa alatt, hanem az a fontos, hogy kik állnak majd körülötte. Gárdonyi Géza egy nagyon kedves verséből szeretnék önöknek egy rövid részletet idézni, ami azt gondolom, hogy éppen az önzetlen szeretetről szól. Karácsonyi álom ennek a kis versnek a címe. Karácsony van, a legendák hava, mit nekem szabály, dramaturgia. Gyöngy, csak gyöngy, akármi földön fekszik, minden szép, ami szívünknek tetszik. Most ebben a körben nagyon nagy öröm számomra, hogy ilyen sokan itt tudnak lenni, hiszen 2020-ban a Covid idején sajnos nem volt lehetőségünk a rendezvény megtartására. Viszont az ajándékozás akkor sem maradt el, és ma sem fog elmaradni. Gárdonyi Géza éppen arról írt ebben a versében, hogy az a lényeg az ajándékozás alkalmával, hogy bármi is legyen az ajándék, azt szívből adjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy engem megajándékoztak a mai alkalommal a nagy létszámú jelenlétükkel, és kérem fogadják majd ajándékul tőlünk, társintézményeinktől a soron következő minden bizonnyal nagyon szép előadást Löblan Győző és Szeredi Krisztina részéről, valamint a műsor után pedig önkormányzatunk kis csekély ajándékát, amivel mindnyájuknak nagyon szép karácsonyi készülődést, és nagyon boldog, szeretteik körében eltöltött, és ami talán a legfontosabb, egészségben teljes ünnepeket
kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt vannak. A köszöntőt követően Leblanc Győző és Szereti Krisztina operaénekesek adtak elő színvonalas műsort. Miért vagy oly szabad? Mit tűrsz te azzal, hogy szállázi megszakad? Megvigasztalódnak ő, nem hallod tele, hogy mi szólnak majd a nő? Hát mit törődsz vele? S jött egy újra, csak egy még, és az élem új fent ég, mert jaj, cica, eszem azt a csönd kis szád, nélküled még a mennyország kis fád. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem is soha. Jaj, cica, eszem azt a csönd kis szád, nélküled még a mennyország kis fád. Ha ülök is a mennybe, te, cica, csak üzenj be, s érted ki, úrom, cicám. A jányok, jányok, a jányok angyalok, a férfiakkal csak komédiáznak. A lányok szerelme nem egyszerű dolog, a lányok a csóktól csak ritkán tártak. A lányok, a lányok, a lányok angyalok, az oltár nem szaladnak véled. Sorhoz új férfi kell, ezt sosem felejtik el. Gyering, 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 ne gyors az élet. Tánc! Az ünnep zárásaként a jelenlévők ajándékban részesültek.